kedvenc tavaszi játékunkat játsszuk. Spárga. Spárga, vagy más néven vadspárga. Ez az aszparágusznak a hajtásai, amit lehet ilyenkor tavasszal szedni a szigeten. Ez már egy rendes vacsorára való adag, ebből fogunk szerintem rántottát csinálni, tehát ezt megpároljuk és ráépítünk egy-két tojást. Az aszparágusz nevű növényt ismeritek. Már anyukámnak a világos ládáiban volt néhány aszparágusz is, ez az. Ezt a növényt kell keresni, hát itt egy száraz példány van. De még ez alatt is vannak hajtások. Nézzük meg. Ez például egy spárga. Menjünk tovább, találunk még, biztos vagyok benne. Az aszparágust kell keresni, és amit ha találunk aszparágust, szinte biztos, hogy van alatt a hajtás. Itt van egy pár darab. Kicsit arrébb van a növény, de itt látok egy hajtást. Ja. Nagyon szép, itt a másik. Ez akár nyersen is nagyon finom. Majd, ahogy megcsináljuk vacsorára, azt is lefilmezzük. Finom. Bobó kapitánytól tanultunk egy okosságot, hogy a spárgaszedéskor, ami természetes ellenségünk, a bárány. Akik a kis rohadékok, az összes zöld hajtást, amit találnak, belegelnek, megesznek előttük. És a kezdő spárgaszedő keresgél, és nem talál egyet se. A legelső alkalommal, amikor meg kiderült, hogy spárgát lehet találni, én utána néztem az interneten, és nagy bizonyossággal nagyjából minden rügyet megkóstoltam, ami kinőtt a földből, mindegyiknek nagyon rossz íze volt. És egy helybeli embertől megkérdeztem, hogy melyik az a spárga? Ez az? Nem volt így nézni. Nem az. Volt vagy 10 körülöttünk közvetlenül, amit nem vettem észre. Na, akkor visszatérve arra, hogy a Bobó kapitánytól mit tanultunk. Ilyenkor, amikor spárgát szedsz, el kell kezdeni mondogatni magadban, mint hogyha Jedi lovakként az erőt hívnád. Birka vagyok, bárány vagyok, birka vagyok, spárgát szedek. Birka vagyok, még egy spárga. Ott még egy van mellette. Birka vagyok. Ez az igazi módszer. Nézzük csak tovább itt a követ között. Birka vagyok, ott is egy. Hát a segítség van, hogy könnyű. Birka vagyok. És az érdekes az, hogy néha lent keresünk a fűben, és közben meg másfél méter magasan találjuk meg. Itt van például egy gyönyörű nagy. Nem másfél méteres, de jó nagy. Sokkal jobban megy, csak mondogatni kell, ennyi a titka. Na hát, amit leszedtünk, spárgát, elég szép adag lett. Egy kicsit lemossuk valahogy. Hát, megmászhatták a csigák. Ráfolyt a birkáknak a nyála, amit nem találtak meg. Egy kicsit lerövidítem, csak ennyi. Gyönyörű darabokat találtunk. Ilyen szépeket. És ami fontos, hogy a spárgának csak azt a részét használjuk föl, ami könnyen törik. Na, ezt hogyha meglátjuk, emlék úgy, ahogy mondjuk ez a része, az már ilyen fás, már nem finom. Tehát a megmosott spárgát egy kicsit hagyom lecsöpögni, és letördelem belőle azt a részt, ami még puha. És azt fogjuk majd beletenni. A terv az, hogy egy spagettit fogunk készíteni, vagy hát egy tésztaételt fogunk készíteni a spárgával, amiben rakunk ebből a penne tésztából, kis tejszín, só bors, fokhagyma majd rakunk alá, és ez úgy néz ki, mintha egy bolti olívaolaj lenne, de valójában nem. Ez egy nagyon különleges és isteni finom, mintha egy kicsit még ilyen zöld növény,
illata lenne, ezt ősszel születeltük ezt az olivát, és abból, amit adtunk egy üveggel, azt fogjuk használni a főzéshez. És egy pohár bort is ide kellett készíteni, mert a főzés csak úgy jó. Amikor szedjük a spárgát, mindig elhatározom, hogy csak a puha részeket tőlöm le, a többit ott hagyom, teljesen fölösleges elhozni. Ennek ellenére itt lehet látni, hogy körülbelül felét ki is dobjuk, mert egyszer csináltunk egy olyan spárgás rántottát, ahol az egészet beleraktuk a spárgának, a legkeményebb részeket is, és ennek az lett az eredménye, hogy ilyen fás szálkás valamit sikerült főzni, nem volt finom, vagy hát az íze nem volt rossz, csak igen, ez az összes maradék. A gitáros hüvelykúj nagyon sokat segít, mert azzal szoktam leellenőrizni, hogy könnyedén belemegy a körmöm, és akkor már töröm is le. Ennyi a titka a spárgapucolás. Itt van az alapanyagunk, ami elkészült. Igazi, finom, kökszöveti vadspárga. Ilyen rusztikusra összeszelem, nem túl apróra. Szerintem ez így jó lesz. És akkor ezt, amit összeszálltam, hát visszarakom a szűrőbe, szerintem teljesen jó lesz az is. Fogom majd önteni, amit sikerül beletalálni. Ennyi. Ő az. Jöhet a fokhagyma. Van egy módszer, amit nem régen tanultam. Meg kell nyomni egy kicsit, és akkor már is le van pucolva. Fokhagyma. Ennyi. És amint a fokhagyma kész, akkor már öntöm is az olívaolajat a serpenyőbe. Tehát nem vagdosom a fokhagymát, egyszerűen megnyomom egy kicsit, és már meg is van pucolva szinte. Isten illata van. Kis olívaolajat öntünk alá. Szerintem látszik is rajta, hogy milyen szép zöld színe van. Ez egy... Sajnos a videón nem lehet az illatát is közvetíteni, de higgyétek el, hogy egy csodálatos az a... Mint hogy egy oliva mezőn járnál, olyan finom illata van. Kicsit kinyomkodjuk. Direkt nem túl sok fűszer lesz benne, hogy a spárgának az íze lehet a legjobban kijöjjön belőle. Egy kis fokhagyma azért mindenképpen jót tesz neki. És... Éppen, hogy csak megkapatjuk, aztán mehet is bele a spárga. Bekapcsolom, sokkal melegebb lesz. Fú, ennek már így most jó illata van. Szerintem ne is tegyünk bele mást, ez már magában nagyon finom. Istené. Oké, pirul, nagyon szép, vagyis hát nem pirul, csak párolódik. És én nem szeretem ezt nagyon nagy lángon, vagy nagyon nagy hőfok alatt, mert nem sütni, vagy pirítani akarom, hanem csak párolni egy kicsit. Istené, jó. Fedőt? Teszünk rá fedőt is, meg akkor utána fűszerezzük. Egy pár percet itt fölni fog, és mindjárt tesszük is rá. Addig egészségedre. Egészségetekre. Szokácsére. Micsoda illatok. 3 perce. Van benne körülbelül. Az ízén nem nagyon fog ez a párolás változtatni. Keresek egy vastagabb darabot, és megnézem, hogy megnézem, hogy kemény-e. Nekem kicsit a vastagabbakat rágni kell.
de alakul. Tettem bele egy kevés sót, meg szórtam rá egy kis borsot, de a borsot meg elbírja. Még egy kicsit. Csak így. Hogy hívják? Bors puszit adok neki. Elastájulik. Jó, hadd párolódjon még egy pár percet nekünk itt. Nagyon jól állunk. Szerintem megérdemli ez a kis párga, hogy megszenteljük egy kis tejszínnel. Így, mi? Tejszín csak úgy éppen, hogy ne álljon össze, csak éppen, hogy átmelegítem szinte. És időközben a tésztát al dente elkészítettük, megfőztük. Nagyon jó lesz. Kicsit forcsoljunk meg. Így, ahogy lenyaltam a kanalat, isteni finom. Komolyan mondom. Spárga, tejszín, só, bors, ennyi. És akkor egy kis tésztát rákotunk. Mondanám, hogy ügyesen, de ez most nem az volt. Elzárjuk. Készen is vagyunk. Összekeverjük. És majd a tányéron mehet rá a sajt. Kész. Dobáltak!